Az utánpótlás neveléssel foglalkozó NKK ötvös célja az, hogy megszeretesse a kosárlabdát a fiatalokkal, és megtanítsa a gyerekeket a sportág alapjaira. 12 éves kortól a minőségi képzésre helyezik a hangsúlyt, és valamennyi csapat indul az országos bajnokságban. A Serdülő együttes a legutóbbi szezonban Ferenci Tamás irányításával megnyerte a regionális bajnokok tornáját. Mint Makrai László klub elnöke elmondta, az elmúlt hónapokban tovább tudták szélesíteni bázisukat. 104 igazolt versenyzőnk van. A korosztályok, a kosárpalánta korosztály a legkisebbeknek, ezek első, második, harmadik osztályos gyerekek az ötvös gyakorlóban és a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban. Itt három csapat dolgozik. Az ötvös gyakorlóban Nagy József és Dunár Ágnes testnevelők vezetésével, Szent Imre Gimnáziumban pedig Pejvás Lajos edző kollégánk vezetésével. Ezután következik az U11-es korosztály. Itt Füzes Tamás edzünk, aki a csapatot edzi és vezeti, utána az U12-es korosztály és az U14-es, tehát a gyermek és a serdülő, ezeket a csapatokat Szavics Brán edzi, és a legtetején a piramisnak az U16-os korosztály Ferenci Tamás vezető edző gardírozásával. A klub november első hétvégén ismét megrendezi az ötvös kupát, ezúttal az U16-os korosztály számára. Az ötvös kupát alapvetően 8. éve rendezzük meg, de most a harmadik olyan ötvös kupa lesz, amelyik nemzetközi mezőnnyel rajtó. November 2-3, így az őszi szünetben hagyományosan Nyíregyházán. Az egyik helyszín változik, mert nem az ötvös gyakorló, az a terem már túl kicsi. Az U16-os korosztálynak, akinek most megrendezzük, hiszen ahogy mondtam, ez a csapatunk leginkább esélyes arra, hogy országos szinten értékelhető eredményt érjen el, hanem a Bánki Donát Ipari Szakképzőiskola tornaterme és a Vescsik Vilmosban lesz megrendezve 8 csapattal, jelenállás szerint 3 külföldivel, egy szlovén, egy szlovák és egy román, tehát Nagyvárad Igló most, és Szlovéniából Maribor fog részt venni a tornán. Hagyományosan azok a csapatok, akik akadémiai csapatok, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia, a Szolnoki Sportcentrum Kosárlabda Akadémia, a Debreceni Kosárlabda Akadémia és a Nyíregyházi Kosárlabda Akadémia vesz részt rajtunk kívül ezen a tornán. Makrai László még elmondta, hogy a közeljövőben együttműködési megállapodást írnak alá a Nyíregyházi Sportcentrummal és a Nyíregyházi Élsport Kft-vel. Így a játékosok 16 éves koruk után a Kosárlabda Akadémián majd a Kék Cápák felnőtt csapatában folytathatják pályafutásukat.